És Gyula, haza a magasba. Jöhet idő, hogy emlékezni bátrabb dolog lesz, mint tervezni. Bátrabb új hont a múlt időkben fürkészni, mint a jövendőben. Mi gondom, áll az én hazám már védőben minden magasságnál. Csak nézelődöm. Járok, élek, fegyvert szereztem, bővigéket. Kedves elvtársaim, kedves barátaim! Összegyűltünk, hogy megemlékezzünk a 20. század, sőt, talán az egész magyar történelem legnagyobb politikusáról, Kádár Jánosról. Mi, munkáspártiak, magyar kommunisták, Kádár János elvtársra emlékezünk, a Magyar Népköztársaság és az egykoron ezt az országot vezető Magyar Szocialista Munkáspárt első emberére. Barátaim, elvtársak, tisztelt ünneplők! Sokan vagyunk ebben az országban, akik tudunk egy titkos jelszót. Egy titkos szót, amit ha kimondunk, akkor már nem kell más kérdezni, tudjuk ki vagy, tudjuk honnan jöttél, tudjuk mit akarsz, tudjuk merre mégy. A jelszó Kádár. Ha ezt kimondjuk, önmagunkat azonosítjuk. Ez a jelszó a mi hitvallásunk, a mi meggyőződésünk, a mi világnézetünk, a mi politikánk. Mondd a jelszót, és megmondom, ki vagy, mondd a jelszót, és menjünk együtt, mondd a jelszót, és küzdjünk együtt, mondd a jelszót, és döntsük meg együtt a kapitalista rendet. Amikor azt mondjuk Kádár, a szocializmusra gondolunk. Amikor azt mondjuk szocializmus, életünknek egy jobb, szebb, gazdagabb időszakára gondolunk. Mert mondjuk meg őszintén önmagunknak, a gyerekeinknek, az unokáinknak, az egész országnak. A kádári rendszerben, Kádár János idején a szocializmusban jobb volt. Jobban éltünk, gazdagabban éltünk. Huszonnégy esztendővel ezelőtt, barátaim, pontosan ezen a napon egy ország rezzent össze. Tudtuk, éreztük, Kádár János távozásával a világ már soha nem lesz olyan, mint amilyen előtte volt. Egy új világ kezdődik. Hónapok óta, talán már évek óta éreztük, sejtettük, hogy ez be fog következni. Hiszen valamennyien láttuk, roham léptekkel hátráltunk ki a szocializmusból. Új szavakat tanultunk, meg új fogalmakat, amelyeket talán nem is értettünk akkor. Tervgazdaság helyett piacgazdaság, egypártrendszer helyett pluralizmus, néphatalom, munkásparaszt hatalom helyett jogállam, Szovjetunió helyett Amerika, KGST helyett Európai Unió, Varsóvi Szerződés helyett NATO, és végül Kádár János helyett Antal József, Boros Péter, Tordján József, Orbán Viktor, hogy a többiekről már nem is beszéljünk. És akinek még volt kételje akkor, 89. júliusában, hogy mi is fog itt percenként és perceken belül bekövetkezni, azt kiózaníthatta a Magyar Távirati Iroda másik aznapi híre. Hiszen ugyanezen a napon a legfelsőbb bíróság mentesítette minden büntetése alól Nagy Imrét és társait, érvénytelenítette az 1980-58-as ítéletet. Egy perc alatt minden megváltozott. Nagy Imréből hős lett, Kádár Jánosból bűnös lett, és egy percre úgy tűnt, elveszítjük mindazt, amivel akkor rendelkeztünk. De ugyanazon a napon hallottunk még egy hírt, aminek akkor talán nem is tulajdonítottunk jelentőséget, pedig mindent kifejezett, szimbolizálta azt az új világot, ami beköszönt. Aznap este rádióban, televízióban bemondták, a büntetés végrehajtás országos parancsnoka kijelentette, a börtönökből szabadon engedik azokat, akiket korábban közveszélyes munkakerülésért becsuktak.
Megváltozott a világ. Egy új világ született, egy olyan világ, amiben a munka már nem jog, nem kötelesség és nem dicsőség dolga. Egy olyan világ született 89 nyarán, amiben a pénz az érték, és csak egy dolog számít, a pénz, és a pénz mindennél fontosabb. Embernél, becsületnél, tisztességnél, nemzetnél, népnél, országnál, mindennél. Egy ilyen világba születtünk bele akkor. Kádár János az elmúlt 24 év alatt szinte népi hőssé vált. A hatalom mindent megtesz azért, hogy kiírtsa az emlékezetünkből, gyalázza, alássa a tekintélyét, lejáratja, még a sírját se kimélték, hiszen máig nem tudjuk, hogy ki volt az a csáklyás ember, és főleg ki állt a csáklyás emberek mögött, akik tönkretették Kádár János sírját. De az emberek valami mást gondolnak. Az idősebbek tudják, mert megélték, a fiatalabb pedig sejti, és érzi a mai világot látva, amit ma ismét kimondunk. Kádár János a 20. század legnagyobb magyar politikusa volt. Mert tegyünk félre minden érzelmet, tegyünk félre nosztalgiát, csak egyre válaszoljunk, mit adott nekünk Kádár János? Mit adott nekünk a kádári szocializmus? És megvan rá válaszunk. 32 évnyi békét, nyugalmat, gyarapodást, fejlődést, munkát, tisztességes fejlődést. És ez nem kevés, barátaim. Ha semmi más nem történt volna 32 év alatt, Kádár Jánosnak akkor is helye lenne a magyar történelemben. Mert egy kezemben meg tudom számolni azokat a királyokat, uralkodókat, kormányzókat, akiknek az idején ennyi történt volna Magyarországon. Mert mi történt? A magyar ipar fejlődésének akkori csúcsára jutott. Gyárak ezrei jöttek létre. És nem nyugati összeszerelő műhelyek, mint manapság, hanem valóságos gyárak. Olyan gyárak, ahol magyar munkás dolgozott, magyar mérnök dolgozott, magyar szellemi háttérrel. Olyan gyárak, ahol a magyar munkás nem azért dolgozott, mint ma, hogy a német tulajdonos felesége minden évben vehessen egy új BMW-t. Azért dolgozott, hogy neki jobb legyen, hogy ennek az országnak jobb legyen a sorsa. Nemzetgazdaságot teremtettünk. A vállalataink bekerültek a világszínvonalba, olyan gyárak, mint az Icarus, a Ganzmávag, a Rába, a Bom, és még sok minden más. Ezek voltak a mi nemzetgazdaságunk, a mi nemzeti iparunk büszkeségei. De velük együtt változott a munkás, a magyar munkás is. A magyar munkás élete ebben a 30 esztendőben akkorát változott, mint soha a magyar történelemben. Sem Ferenc József alatt, sem a monarchiában, sem Horthy alatt, sem máskor. Többet keresett, jobban élt. De ami a legfontosabb, nem kellett neki megalázó módon munkáért kuncsorogni, mint ahogy volt ez a Horthy rendszerben, és ahogy ma van megint. Mert mindenkinek volt munkája. Mert a mi rendszerünk ilyen volt. Ez volt a szocializmus lényege. Legyen mindenkinek munkája, legyen mindenkinek tisztes megélhetése. A magyar falu. A magyar falu, amely elnéptelenedik manapság. A magyar falu akkor a szocializmusban lépett át a feudális középkorból a modern Európába. A mezőgazdaság nagyobb piaccal rendelkezett akkor, abban a 32 esztendőben, mint egykor az osztrák-magyar monarchiában. És ami ennél is fontosabb, a magyar paraszt végre élvezhette a munkájának a gyümölcsét. Házat épített, kocsit vett, nyugdíjat kapott, olyat, amire nem volt példa a magyar történelemben. Kereskedelem. A kereskedelem a mi kezünkben volt. Nekünk hozta a hasznot, nem a külföldnek, mint manapság. Akkor a csepelművek kapuja mellé építették a szép új, a legjobb ABC-t, azért, hogy a csepeli munkás a legjobb árut kapja. Igaz, nem voltak bevásárlóközpontok, nem voltak szupermarkettek, de volt Skála, volt Corvin áruház, volt Úttörő áruház, volt Lotto áruház, volt Röltex, volt Aranypók, volt Keravil, volt Ápisz, és ez mind a miénk volt. Mi vásároltunk ott, és nekünk hozta a hasznot.
Ma az ország vezetői léptennyomon arra büszkék, és azt hirdetik, mennyi autópályát építettünk az elmúlt 23 évben. De kinek építettük, kérdezem én. Akkor építettünk, de nem azért építették akkor az utakat, hogy a külföldiek tranzitútként használják és tönkretegyék fél Magyarországot. Az M7-est akkor azért építették, hogy a magyar dolgozó, a budapesti munkás gyorsabban, könnyebben juthasson le a Balatonra. Ezeket az utakat nekünk építették. Felépült akkoriban évente 100 000 lakás, ma már elképzelni is lehetetlen. 1 millió lakást épített a Kádár rendszer a fennléte alatt. Soha ennyi a magyar történelemben nem épült. Előbb-utóbb mindenki fedélhez jutott. És akinek nem volt lakása, arról gondoskodott az állam, segített neki a társadalom. Akkor is volt, aki nem fizette a rezsit. Aki nem tudta a lakbért fizetni. De nem volt olyan, akit kitettek volna az utcára. Nem volt olyan, akit sorsára hagytak volna. Mert az állam, a társadalom tudta, hogy segíteni kell. És ha nem volt megoldás, akkor kereste a megoldást, és a végén megtalálta a megoldást. Az iskola. Az iskola feladata nem az volt, ami ma. Nem a népbutítás, nem az emberek hűítése. Az iskola feladata az volt, hogy a társadalomnak, az országnak, a magyar nemzetnek felkészült embereket adjon. Az elmúlt 23 évben értelmetlenül kalandoztunk a bolonyai rendszerbe. És most mit hallani? Oda próbálunk visszatérni, ahonnan elindultunk, a szocializmushoz, a szocializmus iskola rendszeréhez. Csak egyet felejtenek el, időközben már tönkretettek mindent. Időközben már milliószámra termelték a tehetségtelen, felkészületlen embereket. Hit, egyház, vallás? Igen, akkor a társadalom ateizmusra nevelt. De emlékezünk valamennyien, a hívő embernek kutyabaja se történt. Megmondom így utólag őszintén, nagyanyám engem is megkereszteltetett. De sem apámnak, aki katonatiszt volt, se senki másnak a családban, ebből nem lett bántódása. Éltünk, ahogy éltünk. A társadalomban béke volt. Ma mi van? Elégedetlen a cigány, a társadalom fele dühös rájuk. Elégedetlen a zsidó társadalom, nő az antiszemitizmus. A szocializmusban a cigány megbecsült emberré vált. Sőt, többet mondok. Soha a büdös életbe a cigány nem élt olyan jól, mint ahogy élt Kádár János alatt. És ezt jó lenne, ha ők is tudnák, és ma is így cselekednének. Mert emlékezzenek vissza, a cigányok többsége a putriból ment a lakótelepekre, a panellakásokra. A többségük életében először látott fürdőszobát, de még vécét is. És munkát kaptak, mert volt építőipar, volt mezőgazdaság, és a társadalom gondoskodott rajta, hogy értelmesen dolgozhasson. Nem közmunka volt, nem közmunka, nem az állami pénz osztogatása. Valóságos munka, olyan munka, amire szüksége volt a cigánynak is, a társadalomnak is. A zsidó embereknek nem kellett félniük, nem kellett rettegniük a szocializmusba. Nem volt antiszemitizmus, nem volt összeírás, nem volt nyilvános zsidózás. Én 12 évet jártam a fazekasba. 12 évig jártam oda, és 12 évig nem tudtam, hogy az osztálytársaim közül ki zsidó és ki nem zsidó. Mert nem volt téma, mert erről nem beszéltünk, mert mindannyian egy társadalom részesei voltunk. Persze, barátaim, ne szépítsük a dolgokat. A szocializmusnak volt meg annyi hibája, meg annyi bűne, meg annyi tévedése. De megcsináltuk. Megcsináltuk, és erre büszkének kell lenni, hogy megcsináltunk. És ha legközelebb lesz rá lehetőségünk, akkor jobban fogjuk megcsinálni. Szebbre, demokratikusabbra, gazdagabbra. Egyet azonban már most is tudunk, és ezt meg kell mindenkinek ebben az országban mondani. Kádár János 32 éve alatt, de csak ha 25-öt veszünk belőle, több történt, mint Magyarország elmúlt 25-24 éves történetében. És a szocializmus minden gyengesége ellenére, a szocializmus többet adott az embereknek, mint amit a jelenlegi tőkésrendszer ad nekünk. Barátaim!
tőkés rendszer 24 éve téveszti meg az embereknek. Meg mit mondanak? Légy okos, légy lelkes, légy vállalkozó, gazdag leszel, tiéd a világ. Ne félj, hogyha a munkanélküliség fenyeget, a munkanélküliségi segélyből is meg fogsz tudni élni. Ma már tudjuk, mindez hazugság, mindez félrevezetés, mindez ámítás, mindez a társadalom becsapása. Ez a rendszer rossz, ez a rendszer nem jó. Mert nem lehet jó az a rendszer, amely nem képes a társadalom minden egyes tagjának munkát adni. Nem lehet jó az a rendszer, ahol a polgárainak egy részét potyautasnak nevezi, mint ahogy a rádióban lehetett hallani a napokban, és megpróbál tőlük megszabadulni, mert nincs rájuk szükség. Nem lehet jó az a rendszer, ahol a bíróság, beleértve a kúriát is, nem nekünk magyaroknak, magyar állampolgároknak ad igazat, hanem a külföldi bankoknak. Miféle ország ez? Miféle rendszer ez? Nem lehet jó az a rendszer, ahol az embereket kitelepítik az utcára. És mindegy, hogy hányat. Egy emberért is kár. És a munkáspártnak egy emberért is ki kell állnia, és harcolnia azért, hogy senkit a mai Magyarországon ne érhessen ilyen sors. Nem lehet jó az a rendszer, amely néhány ezer embernek szupergazdagságot és szuperhatalmat teremt. Sok millió embernek pedig szuperszegénységet és a hatalomból való teljes kizártságot, elnyomást és kiszolgáltatottságot. Nem lehet jó az a rendszer, ahol 4 millió ember 60 ezer forintnál kevesebb jövedelemből kell, hogy megéljen havonta. És nem lehet jó az a rendszer, amelyben él 100 nagyon gazdag ember, és az összes vagyonuk eléri a 2000 milliárd forintot. Milyen világ ez? Nem lehet jó az a rendszer, ahol a demokráciáról beszélnek, papolnak minden nap, de a demokrácia nem más, mint hogy 4 évente egyszer elmehetünk szavazni, és szavazunk az egyik mosóporra, vagy a másikra. Nem lehet jó az a rendszer, amely idegen érdekekért egyik háborúból a másik háborúba küld bennünket. Nem lehet jó ez a rendszer, és ezt ma már valamennyien tudjuk. A kérdés ma már nem az, hogy rossz a kapitalizmus rossz, és ezt mi tudjuk, érezzük, értjük. És egyre többen ébrednek rá a magyar társadalomban, idősebbek és fiatalok. A kérdés az, hogy ki tudja ezt ma Magyarországon megváltoztatni. A kérdés az, hogy ki tud a magyar dolgozóembernek, a munkásnak jobb életet adni. A szocialisták, a parlamenti ellenzék, a liberálisok. Ők biztos, hogy nem tudják megváltoztatni ezt a rendszert. Nem is akarják. Nem is akarják. Nem akarják, mert ők is tőkések, ők is kapitalisták, ők is gazdagok, ők ebből élnek. Mit mond nekünk Mesterházy és Bajnai? Azt üzenik, hogy kövessük a piacot, adjunk mindent a piacnak, a bankoknak, uralkodjon az IMF, uralkodjon a nemzetközi tőke, és aztán majd minden jó lesz. Persze még hozzátesznek azért valamit, öltözzetek vörösingbe, beszéljetek sokat az emberi jogokról, zsidókról, cigányokról, mindenről, hát ha elhiszi az a buta magyar nép, hogy ők nem ugyanazt fogják csinálni, mint amit 12 éven keresztül csináltak. Mert tessék elhinni, a liberálisok, a szocialisták, 12 éves uralmuk minden egyes napját kihasználták. Kihasználták arra, hogy gazdagodjanak. És ma semmi más nem akarnak, mint visszatérni oda, ahol voltak. Nem érdekli őt, hogy mi lesz veletek, velünk, mi lesz 4 millió szerencsétlen emberrel, mi lesz a munkanélküliekkel, mi lesz a kilarkoltatottakkal. Nem érdekli őket. Egy dolog érdekli, a hatalom. Orbán Viktor és pártja ennél többet tud. Ők tudják, hogy közeledik az az idő, amikor Magyarország felébred. Ezért ők elkezdik korlátozni a tőkét. Igen, adót vetnek ki a bankokra, korlátozzák a rezsikiadásokat. És ez mind jó dolog. De a bankok, a szolgáltatók újra és újra kijátsszák a törvényeket. A Fidesz azt hirdeti, hogy a külföldiek az extra profitjukból adják majd azt, ami majd nekünk jut rezsicsökkentésként. Csak hogy ez nem igaz. A külföldiek haszna nem csökken, a külföldi ugyanúgy kiviszi a külföldi vállalat a hasznot, mint ahogy tette eddig is.
A Fidesz azt mondja, a rezsicsökkentés mindenkinek adott 100 000 forintot. Sokszor mondtuk, a rezsicsökkentés jó dolog, ez igaz. Mindenki örül neki. Mindenki örül. A baj az, hogy ez csak egy döntés, egy törvény. És holnap majd a szolgáltatók tesznek egy másik lépést, kijátsszák a törvényt, aztán a parlament megint hoz egy törvényt, és ez így megy tovább, de a végén mégiscsak mi isszük meg a levét. De ennél mi jobbat tudunk, jobbat mondunk. Ne a rezsit csökkentsük. A szolgáltatókat, a villamosműveket, a gázműveket vegyük állami népi tulajdonba. Barátaim, ma már mindenki számára világos a világban is, az országban is, hogy a tőkés válságot egy módon lehet megoldani, a tőke korlátozásával. 24 éven keresztül mindent a dolgozó embertől vettek el, itt az ideje, hogy most a gazdagok fizessenek. Mi történik Franciaországban? A híres francia színész Depardieu otthagyja Franciaországot, és elmegy Oroszországba, elmegy, és Putyintól kér állampolgárságot, mert túl nagy neki az az adó, amit a francia kormány kivet rá, mert a franciák korlátozzák a tőkét. Hát én várom azt a napot, amikor az OTP milliárdos vezérigazgatója Csányi Sándor levelet ír Putyinnak, és orosz állampolgár akar lenni, mert olyan nagy az adó Magyarországon. Meg kell adóztatni a tőkét, meg kell adóztatni a gazdagokat, vagyonadót kell befizetni. Orbán mit javasol? Azt mondja, nem jó ez a 21%-os adó, legyen 9%-os személyjövedelemadó. Tudjátok, ez úgy van. Az egy kulcsos személyjövedelemadónak egy nagy baja van. A szegény is fizet, meg a gazdag is fizet, de a végén a szegény fizeti a többet. Mi ennél jobbat tudunk. Fizessenek a szegények 9%-ot, a gazdagok meg fizessenek 40%-ot. Mi magyarok hova tovább már a jobbátság sorsára jutottunk. Statisztika szerint évente 214 napot csak azért dolgozunk, nem azért, hogy jól éljünk, nem azért, hogy együnk, igyunk, gyereket neveljünk, csak azért dolgozunk, hogy befizessük az államnak az adót. Ez körülbelül olyan, mint a feudalizmusban, amikor a jobbágy napról napra fizetett a földesúrnak. Másra van szükség. Több embernek kell munkát adni, több embernek kell adózni, több embernek kell dolgoznia. És ha több ember dolgozik, és ha a gazdagokat megadóztatjuk, akkor az ország jövője is biztosított. Korlátozni kell a tőkét gazdaságban és politikában. A parlamentbe be kell engedni azokat, akik szenvednek. Be kell engedni a dolgozók képviselőit. Be kell engedni a pénzügyi felügyelőbizottságokba, a számbevőszékbe azokat az embereket, akik megszenvedték a kapitalizmust, mondjuk a devizakárosultakat. És végre 24 év után elvenni a gazdagoktól és adni a szegényeknek. Elegünk van a külföldi bankokból. Magyar bankra van szükség. Olyan népi bankra, amely kedvező feltételek mellett a mi érdekeinket szolgálja. A devizahitelesek problémájára van megoldás. Tegnap hallgattam miniszterelnök urat, hát a szívem összeszorult. Hogy ő mennyire aggódik értünk. Mennyire. Azért ez jól esik. Azt mondja, hogy hát ez a bíróság, hát miféle döntéseket hoz, hogy a bank mellé áll, és nem a devizakárosultak. Micsoda fölháborító dolog, hiszen hát a devizakárosult mellé kellett volna állni. Tisztelettel kérdezem a miniszterelnök urat, ki hozta azt a törvényt? Ki hozza azokat a törvényeket, amelyeket a bíróságok betartanak? Tisztelettel kérdezem, ki választotta meg a kúria elnökét? Ki nevezi ki a bírókat? És a választ tudjuk, hogy a fideszes többségű parlament fogadja el a törvényeket, a fideszes többségű parlament választja meg a kúria elnökét, és a Fidesz által delegált köztársasági elnök és az általa megválasztott köztársasági elnök nevezik ki a bírákat. Hát akkor ne legyen álszemérség, ne legyen álszentség, hanem mondjuk meg az igazságot. Ők a bűnösök, és az igazság a mi oldalunkon van.
Barátaim, az igazi út azonban más. Helyre kell állítani a nemzeti termelést. Ma a magyar kis és középvállalkozók beruházásai a 12 évvel ezelőtti szinten vannak. Ma a magyar ipar az nem más, mint az idehozott külföldi összeszerelő vállalatok összessége. Mikor érti meg már a kormány, hogy Magyarország jövőjét nem lehet a külföldi multinacionális vállalatokra építeni? Mikor érti meg, hogy a magyar embereknek itt kell munkát adni? És mikor érti meg végre, hogy mindaddig, amíg a külföldi a tulajdonos, addig mi magyar munkások, magyar emberek csak munkások, kiszolgáltatottak, rabszolgák lehetünk az ő üzemeikben? A tőkét korlátozni kell, de a tőkét nem akarják a parlamenti pártok korlátozni. A tőkét nem akarják és nem fogják, mert maguk is tőkések, és maguk is a tőkések fogságában vannak. Magyarországon egyetlen párt van, amely a tőkét hajlandó, akarja és tudja korlátozni, ez pedig a munkáspárt. Mi készek vagyunk a tőkét korlátozni, mert felismertük a szükségességét. Készek vagyunk a tőkét korlátozni, mert mi magunk is munkások vagyunk, magunk is dolgozók vagyunk, magunk is a kapitalista rendszer elszenvedői vagyunk. Erre a harcra hívunk mindenkit. A mai Magyarországot már nem lehet baloldalra és jobboldalra osztani. Már nem ilyen a világ. Ma szegények vannak és gazdagok vannak. Vagy az egyik táborba tartozol, vagy a másik táborba tartozol. És mindegy, hogy a párt a zászlajának milyen a színe. Ha szegény vagy, akkor szegény vagy. Ha gazdag vagy, akkor mások az érdekeid. Mi együttműködésre, közös küzdelemre, a tőke korlátozására, egy új társadalom megteremtésére hívunk minden szegény ember, minden dolgozó ember, minden hazafit, akinek drága az ország sorsa. És barátaim, van kiről példát venni. A világ forrong. Törökországban kimentek az emberek csak azért, hogy megmentsenek néhány fát az isztambuli parkban. De a küzdelmük mögött a kapitalizmus elleni fellépés áll, mert nem kérnek abból az életből, aminek részesei. Nem kérnek abból, hogy havi 130 euróból kelljen megélniük. De kimentek milliószámra Brazíliában is, csak azért, mert 20%-kal megemelték a buszjegyek árát. De valójában a tőke ellen küzdenek, a kizsákmányolás ellen küzdenek, az ellen mennek az utcára, hogy az ottani szocialisták becsapták őket. A törökök is, a görögök is, a portugálok, a brazilok is, és még a világ számos nemzete megtanult valamit, amit nekünk is tudnunk kell. Ebben a világban, ebben a mocskos kapitalista világban csak az a miénk, amiért megküzdünk, amit kiharcolunk magunknak. Barátaim, ma Kádár Jánosra emlékezünk. Amikor azt mondjuk Kádár, akkor a szocializmusra gondolunk. Amikor azt mondjuk szocializmus, akkor életünknek egy szebb és jobb időszakára gondolunk. Amikor azt mondjuk Kádár és szocializmus, akkor arra gondolunk, hogy előttünk a feladat megteremteni a jövő közösségi társadalmát. Egy jobb szocializmust, egy munkásabb, az embert jobban szolgáló társadalmat teremteni. Ha azt mondjuk Kádár és szocializmus, akkor hitvallást teszünk. Hitvallást amellett, hogy ezt meg tudjuk teremteni, és meg is fogjuk teremteni. Előre hát ebbe a küzdelembe. Éljen a magyar munkás, éljen a magyar dolgozó, éljen a munkáspárt, előre a tőke korlátozásáért, előre egy új közösségi társadalomért.